Köszöntöm nézőinket! 2018. augusztus 20-án elhunyt Heinek Otto, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke. A szeptember 15-én összeülő közgyűlés pedig a korábbi alelnököt, Schubert Oliviát választotta meg új vezetőnek, akivel most itt a Pécsi Koch Valéria iskola központban beszélgetünk. Üdvözlöm! Üdvözlöm! Köszönöm a meghívást! Bár most Pécsen vagyunk, ön nem pécsi, mégis baranyai kötődése van. Hol született, hogy telt a fiatalkora? Köszönöm. Igaz, hogy nem vagyok pécsi, de azért van pécsi kötődésem is. Alapvetőleg én bói származású vagyok, és apai ágon tőzsgyökeres bói családból származok, anyai ágon pedig azért van egy kis baranyai keveredés, szabari és monyoródi felmenőkkel. Alapvetőleg igen, bójban töltöttem a gyerekkoromat, és ott is jártam általános iskolába, viszont a gimnáziumot azt már Pécsen végeztem, úgyhogy azért van pécsi kötődés is. Hogy került az országos német önkormányzathoz? Hát ez egy kicsit hosszú történet, mint azt hiszem mindenki másnál. Egyébként, amikor a magyarországi németek stratégiáját készítettük, akkor a workshopokon volt egy nagyon érdekes feladatunk. Mindenki fogalmazza meg, hogy mi volt az a három legemlékezetesebb élmény az életében, ami őt arra vitte, hogy ő a magyarországi németek kért, és annak a közéleti életében tevékenyen részt vegyen. És az akkor legutóbb az gondolkodtatott el engem is, hogy tényleg mik voltak azok a nagyon markáns momentumok, amik a szerepet játszottak. Úgy gondolom, hogy egyrészt a családi indítatás és a családi kötődés, ugye én mindkét oldalról sváb családból származom. Számunkra otthon azt mondhatnám, hogy természetes volt, hogy mi egy sváb közegben élünk, és gyerekként ezt még annyira nem is fogtam fel tudatosan. Természetesen a nagyszülők svábul beszéltek velünk, otthon odafigyeltek ránk, és erősítették bennünk az identitásunkat, de a következő ilyen erős momentum, ami jött, az nem is annyira bújhoz, hanem nagynyárádhoz kötődik. A nagynéném házasodott nagynyárádra, és én gyerekként nagyon sok időt töltöttem ott, és nagynyárádon nagyon erős kulturális élet volt abban az időszakban, amikor én gyerek voltam. És engem többször bevontak különböző kulturális rendezvényekbe is. Nagy örömmel hordtam ott a viseletet, vettem részt a lakodalmas előadásában, stb. És ez volt még egy olyan momentum, ahol úgy már fiatalként elkezdtem tényleg tudatosan is odafigyelni arra, hogy itt a magyarországi németség életében tevékenyen részt veszek. Ezután pedig már érdeklődési köröm egy kicsit elment úgymond a közéleti irányba is, mert amikor az egyetemet és az egyetemi tanulmányokat kellett eldöntenem, akkor alapvetően kisebbségvédelemmel és emberi jogokkal szerettem volna foglalkozni. Úgyhogy azt mondom, hogy ez ugye a harmadik olyan nagy momentum, ahol úgy éreztem, hogy nekem ebbe az irányba visz az élet, és aztán az egyetemet azt ebbe az irányba is végeztem. De egész életében meghatározó ez a vonal, hogyha ha jól tudom, hogy ugyanis mindig olyan munkahelyei voltak, amik valamennyire kapcsolódtak ehhez a német élethez, nyelvhez. Ez így van. Az egyetemen, amikor én ugye politológia történelem német szakon végeztem, és a politológián belül specializálódtam kisebbségvédelemre, és akkor úgy gondoltam, hogy én nekem egyenesen ebbe az irányba kell majd dolgoznom. A Kölni Egyetemen végeztem. Érdekes volt, mert azért Kölnből, illetve Németországból látni a közép-európai kisebbségi létet, azért az megint egy más helyzet, mint amikor az ember itthon találkozik vele, és itthon végzi a tanulmányait. Úgyhogy amikor hazajöttem, akkor ugye nagy kérdés volt, hogy merre tovább. És hát nagy örömömre kaptam azonnal állást az akkori Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatalba, ahol a német főosztályon dolgozhattam. Egy csodálatosan jó vezető mellett, Szauer Ágnes kolléganőm volt az, aki nagyon egyengedte az utamat, illetve az elnök úr Heizer Antal nevét szeretném még említeni. Én akkor egy annyira
jó közegbe kerültem be, és olyan indítatásokat kaptam ott a hivatalba, hogy az megerősített engem, hogy jó irányba megy ez. Aztán utána ugye pár évnyi hivatali munka után hivatalt beolvasztották a miniszterelnökségbe, akkor ugye a miniszterelnökség főosztályaként dolgoztunk. Közben egy 9 hónapos Bosch ösztöndíjjal kifejezetten olyan helyeken dolgozhattam gyakornokként, ahol ugyancsak kisebbségvédelemmel foglalkoznak, így a belgiumi németek parlamentjében, a Schleswig-Holsteinban, az ottani kancellári hivatalban, ahol főleg a dániai németek, a frízek, akik kisebbségként szóba jönnek, illetve a német belügyminisztériumnak a kisebbségekkel foglalkozó részlegén. Úgyhogy amikor hazaértem, akkor ért utol annó helynek Otto elnök úrnak a kérése, hogy a hivatalvezetői pozíció az pont felszabadul, és hogy érdekelne engem. Hát én pedig nagy örömmel vállaltam. Persze nagy kihívás is volt, nagyon izgultam, nagyon féltem az elején, de egy olyan családias környezetbe kerültem be, és olyan jó kollégákkal és olyan jó szakemberekkel dolgozhattam már a kezdetektől fogva, hogy én egyszerűen élveztem azokat az éveket hivatalvezetőként. Utána jött egy kis kanyar, a kisebbségi vonal mellett ugyan német vonalon maradva, de kicsit más irányba vettem az életutat. Az Audi Hungáriához váltottam, és ott töltöttem 5 évet. Annyira nem váltam el azért a kisebbségi léttől, egyrészt azért, mert ugye az önkormányzatban maradtam, mint elnökhelyettes, illetve az Audi Hungáriánál az egyik feladatom az Audi Hungária iskolának a felépítése és közalapítványi elnökként annak a működtetése volt, és miután az iskola az nemzetiségi iskolaként is működik, így azért egy csomó mindent ott is tudtam hasznosítani. És akkor jött a mostani új felkérés, ami hát ugyancsak sok-sok kihívással és izgalommal jár. Mindjárt vissza is kanyarodunk ide, azonban előtte még, hogy kérdezem meg, hogy azért elég sokat volt kint külföldön, soha nem gondolt rá, hogy esetleg Németországban maradjon? De, igen, gondoltam rá, ugyanakkor pont akkor az akkori konstelláció az pont úgy állt, 2002-ben jöttem én haza Németországból, egyrészt magánéleti okok miatt is, másrészt pedig úgy gondoltam, hogy azért én szeretném magamat itthon kipróbálni, és szeretném megnézni, hogy én itthon mit tudok azzal elérni, amit kaptam útravalóul. Bevallom, hogy akkor egy ilyen 2-3 évet adtam magamnak, hogy döntsem el, hogy akkor ez hol lesz igazán jól. Jó, és itt tényleg már azt kell mondanom, hogy ugye a hivatali munka is, meg az elején az egész közeg, ahova bekerültem, az annyira jó volt, hogy utána már egyre nehezebb lett volna újra elválni. Úgyhogy rengeteget jártam mindenféle pozícióba azért külföldre, tehát sokat jártam Németországba is, hivatalos utakra, különböző konferenciákra, stb. Tehát azért nem szakadtam el a külföldtől. Alapvetően én most itthon jól érzem magam. Elnökként mik a tervek? Folytatja-e a helynek Otto által kijelölt utat? Ottóval mi nagyon sokáig dolgoztunk együtt. Úgy gondolom, hogy az, hogy mi, ugye én 6 évet voltam mellette hivatalvezető, utána pedig 5 évig még elnökhelyettes. Úgyhogy úgy gondolom, hogy azért ez olyan hosszú idő, hogy ott akaratlanul is összecsiszolódnak az emberek, és Ottóval mi, én úgy érzem, hogy nagyon együtt tudtunk dolgozni, és nagyon együtt tudtunk gondolkodni. Arról nem is beszélve, hogy én hihetetlenül sokat tanultam tőle. Tehát az ő tudása, az ő tapasztalata és az ő embersége az nagyon sokat adott. És épp ezért úgy gondolom, hogy formált is engem azért az az időszak, amíg én vele együtt dolgoztam. Én egyértelműen szeretném azt a folytonosságot biztosítani és azt az utat követni, amit ő is kiépített. De mégis mik a tervek, hogyha lehet esetleg konkrétumokról beszélni? Rengeteg terv van. Megpróbáltuk a legfőbb célokat és a legfőbb irányokat a stratégiánkba lefektetni. Ugye ezt is már elég régóta várták, és elvárt volt, hogy a magyarországi németeknek azért legyen egy jövőképe, legyen egy célja. Az oktatás területén már korábban elkezdtük ezt a munkát, az oktatás területén
létrejött egy light build, amivel már tudtunk a nemzetiségi oktatás fejlesztésén dolgozni, és innen jött az ötlet, hogy akkor ugye nem csak az oktatás területén, hanem minden más területen is legyen egy jövőképünk. És erre jött össze aztán egy munkacsoport, és ez a munkacsoport létrehozta azt a stratégiát, ami 2020-ig tart. Tehát 2020-ig lefektettük azokat a fő pontokat, ahol mi szeretnénk célokat megvalósítani. Azt hiszem néhány ebből teljesült is. A politika területén egy cél volt, hogy legyen parlamenti képviselőnk, és teljes jogú parlamenti képviselővel markánsabban képviselhessük az érdekeinket a parlamentben. Ez megvalósult, több nemzetközi szervezetben is igyekszünk a kisebbségvédelem és a kisebbségi témákat képviselni. Úgy gondolom, hogy ebben is vannak előrelépések. Az oktatás területén az, hogy sorra vettünk át intézményeket, hogy sikerült kialakítanunk egy saját intézményi hálózatot, és azt úgy gondolom, hogy biztonsággal tudjuk is működtetni és fejleszteni, ez is nagyon sokat számított. Itt talán a legnagyobb kihívás az most az, hogy ezeknek az intézményeknek egy olyan minőségi keretrendszert tudjunk adni, ahol ők saját maguk is egyre jobb oktatást tudjanak biztosítani. Épp ezért igyekszünk mindig pályázatokon, illetve különböző támogatásokon keresztül beruházásokat végrehajtani az intézményeinkbe. Aztán egy nagy kérdés a média témája. A média témájában ott igen kemény harcok vannak és kihívások. Egyrészt ugye az írott médiában, de akár hogyha a tévéadásokat is nézzük, nagyon régóta harcolunk azért, hogy a nemzetiségi műsoroknak egy kedvezőbb műsoridője legyen. Nagyon harcolunk azért, hogy megfelelő utánpótlás legyen a média területén. Azért látjuk, hogy itt is pénzügyi, de egyéb okok miatt is nagyon nehéz megtalálni a megfelelő fiatalokat. És akkor itt már kanyarodok is egy kicsit az ifjúsági témához, mert a nagy kihívás a számunkra mindig az, hogy mind az oktatás, mind a kultúra, mind a média területén hogy tudunk fiatalokat is megszólítani. A kultúra maga, és ez az ötödik legfontosabb témakör, a kultúra maga az pedig szerintem elválaszthatatlan a magyarországi németség identitásától és attól, hogy merre is fog a jövőben tovább fejlődni. Jelenleg több száz egyesület, tánccsoport, énekkar, zenekar található az egész országban, és számomra nagy felelősség, hogy az országos önkormányzat elnökeként az ő mindennapi támogatásukat és az ő működésüket is segíteni tudjam és biztosítani tudjam. Ha már itt az előbb említette Ritter Imre urat, ugye most már képviselőjük van a parlamentben, ő azért elég erősen kampányolt, járt a városokat, településeket, mindenkit arra biztatott, hogy vállalja fel a nemzetiségét. Mennyire rázta fel ez a magyarországi németek életét, hogy látja? Én úgy gondolom, hogy ez egy történelmi pillanat volt, hogy sikerült elérnünk ezt a bizonyos szavazatszámot. Azért visszakanyarodnék oda, hogy ugye Ritter Imre már előtte szószólóként is a parlamentben működött, és azt hiszem, hogy ez egy folyamatos munka volt, amit mi végeztünk. Tehát az, hogy mi elértük most ezt a megfelelő szavazatszámot, ez nem ennek a választásnak az eredménye volt, hanem egy hosszabb folyamatnak volt az eredménye, hiszen már amikor a szószólói posztot megszereztük, akkor is már egy nagyon komoly kampányt folytattunk. És én úgy érzékelem, hogy az elmúlt években próbáltuk folyamatosan és tudatosan az emberek irányába képviselni, hogy mit jelent az, hogy mi jelen vagyunk a parlamentben. Imrének úgy gondolom nagyon sokat köszönhetünk, ő szószólóként is nagyon aktívan, és a szószóló adta keretek között mégis a legtöbbet sikerült elérnie, és nagyon aktívan tudott eredményeket elérni. Ezek is segítettek abban, hogy az embereket még inkább meg tudtuk szólítani, és azok közül, akik már vállalták a nemzetiségi hovatartozásukat a korábbi választásokon, azok közül nagyon sokakat tudtunk újra megszólítani, vagy megerősíteni bennük azt, hogy igenis jól döntöttek. És ugye a cél az volt, hogy azért újabb szavazókat és újabb
támogatókat is megszólítsunk. Én úgy gondolom, hogy az eddigi eredményeink is, amiket hoztunk önkormányzatként, akár az oktatásban, akár a kultúra területén, nagyon sokat számítottak. Mi ezeket próbáltuk is hangsúlyozni. Próbáltuk hangsúlyozni, hogy egy parlamenti képviselő többek között olyan profán dolgokkal is összefügghet, mint például, hogy egy nemzetiségi intézménynek a működését mennyire tudjuk biztosítani, hogy a kulturális területen például a pályázatok tekintetében mennyire lehet aktív beleszólásunk a pályázatoknak a kiírásába, elbírálásába. Tehát, hogy nagyon sok olyan pozitívum van, amit esetleg a hétköznapi életben az emberek nem érzékelnek annyira, de ha rámutatunk arra, és a kampányban ez volt a célunk, hogy rámutassunk arra, hogy a mindennapi életedet is, a gyerekeid, a családod életét is segítheti és támogathatja az, hogyha erősebb politikai képviselettel rendelkezünk. Ha már itt volt szó a fiatalokról, és itt vagyunk a Koch Valéria iskola központban, mennyire lehet, vagy hogyan lehet megszólítani a fiatalokat? Ugye egyre több helyen hallani, hogy nehéz őket bevonni bárhova. Mennyire egyszerű őket arról meggyőzni, hogy vállalják fel, hogy hova tartoznak, hogy ők a német nemzetiséghez tartoznak? Azért én nem temetném a fiatalokat. Én szerintem egy csodálatosan új generáció van most felnövekvőben, és úgy érzem, hogy azért ez is a sok évi munkának az eredménye. Hogyha én visszagondolok arra, hogy a mi időnkben, amikor mi voltunk általános iskolások, gimnazisták, természetesen más volt akkor a kor, más volt a politikai berendezkedés, de hogy volt egy, én úgy érzékelem, volt a 90-es években egy nagyon erőteljes megújulás a magyarországi németség körében, és ez a identitásbeli megújulás, ez nagyon erősen hatott a mostani generációkra is. Tehát ha belegondolok, hogy az én korosztályom az, akinek most a gyerekei óvodába, iskolába járnak, és hogy az én generációm mennyit kapott, és mennyit erősödött az identitásában, amit aztán tovább tudott adni a gyerekeknek. Ez természetesen kellett az is, hogy olyan intézmények, mint például a Koch Valéria iskola központ egy olyan jellegű nevelést is folytasson, amely a fiatalok számára közvetlen, játékos, de mégis nagyon felelősségteljes formában adja át azt a tudást és azt az érzést, hogy ők a magyarországi németség része. A kulturális egyesületekben pedig mindig csodálkozok, és mindig hihetetlenül örülök neki, hogy mennyi fiatal vesz újra részt, akár zenekarokban, akár tánccsoportokban. És egy-egy ilyen egyesületi tevékenység nagyon nagy összetartó erővel bír, hihetetlen pozitív energiákat tud felszabadítani, és a fiatalok számára, amellett, hogy ők egy a saját közösségükben vannak, azt látjuk, hogy egyre inkább érdeklődnek újra régi hagyományok, régi tehát a kultúra, a régi kultúra iránt. Ugyanakkor várjuk azt is, hogy a fiatalok azért próbálják magukat megmutatni új, modern dolgokban is, és épp ezért számomra a cél az is, hogy a fiatalokat támogassuk olyan kezdeményezésekbe is, amik mondjuk akár a média területén teljesen új indulások, vagy például az ifjúsági bizottságunk, ugye létrehoztunk egy ifjúsági bizottságot az önkormányzaton belül, hogy az ifjúsági bizottság által elindított kezdeményezésekhez minél több fiatal csatlakozzon. Akár a Facebookon, ha megnézzük, hogy milyen aktivitásaik vannak, akár azok a rendezvények, amiket szerveznek. Biztos, hogy mindig vannak generációk között kis félreértések, vagy hogy a generációk nem mindent látnak ugyanúgy, és nem mindenkinek tetszik, de én úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni a saját területét, és hogy próbáljon azon kibontakozni. A fiatalok helyben tartása az feladatuk önöknek? Ugye egyre többet hallani, hogy a fiatalok, akik jól beszélnek, mind angolul, mind németül, elmennek külföldre, ott is alapítanak családot, és már nem nagyon jönnek vissza. Feladata ez önöknek, hogy itt tartsák őket? Van erre irányuló kezdeményezés? Én úgy gondolom, hogy alapvetőleg igen, a feladataink közé tartozik. Igyekszünk a fiatalok számára már az iskolában is, illetve a különböző települési szerveződéseken keresztül is megmutatni, hogy
hogy lehet és érdemes itthon élni, hogy lehet itthon is egy olyan fajta életet felépíteni, ahol nem kell mindenképpen hiányolni bizonyos dolgokat. Tény, hogy magába a gazdasági életbe azért mi annyira nem tudunk konkrétan és közvetlenül beleavatkozni, de kapunk rendszeresen megkereséseket cégektől is, és igyekszünk például a céges állás hirdetéseket, a cégekkel való szponzori együttműködést támogatni, és hát remélem, hogy az olyan kapcsolatok, mint mondjuk egy szponzori együttműködés, az nem csak mondjuk egy intézményünknek hoz jót, hanem az intézményünk után maguknak a cégeknek is, akik utána, miután a gyerekek elvégezték az iskolákat, tudnak nekik állást ajánlani. A gazdaság területén természetesen vannak kapcsolataink, iparkamara, különböző gazdasági szervezetekhez, de nem ez a fókusz téma, és ugye nem is önkormányzat lévén, országos önkormányzat lévén sok helyütt azért meg van kötve a kezünk, de természetesen megtesszük azt, ami tőlünk lehetőség szerint kitelik. Akkor sok sikert kívánunk ez köszönöm a munkához, szépen. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. A nézőknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, további jó tévézést, viszontlátásra!